Az elmúlt 10 hónapban 17 halálos közlekedési baleset történt Tolna vármegyében, ezekben összesen 20-an vesztették életüket. Az elhunytak 10 esetben voltak kötelezettek használni a biztonsági övet, mondta Komlósiné Kis Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Sajnos nagyon magas annak az aránya, hogy a 10 balesetben, amelyben kötelezettek lettek volna az elhunytak a biztonsági övet használni, 6-an amiatt haltak meg, mert a biztonsági övet vagy egyáltalán nem használták, vagy pedig nem rendeltetésszerűen csatolták be. A hatóságok fokozott figyelemmel ellenőrzik a biztonsági öv használatát, mondta a szóvívő. A megfelelő biztonsági intézkedések életet mentenek. Ez idáig az első 10 hónapban 5900 esetben intézkedtek kollégáim közigazgatási eljárást indítva a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Az elmúlt napokban egy nap alatt volt 60 olyan járművezető, illetve utas, akik a becsatolt biztonsági övet nem használták. A szóvívő hozzátette, a vármegyében a sérüléses balesetek száma összességében kevesebb, mint korábban volt.